Köszöntöm a Pécs TV nézőit, önök kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják. Mai adásunkban ellátogatunk többek között a Rácz-Haladár közösségi házba és a Pécsi Nemzeti Színházba is. Tartsanak velünk! Jéghideg! Gyönyörű kék üveg! Leves után 9 csöppet. Tizenegy, három, tized. Hiányzik a borból? Nem. Kevesebb? Mondom, hogy nem. Több. Tehát 11 cm volt, ma 11, három, tized. A házmester volt belőle, és vizet tölt utána. Tessék leütni a derekát. Hát csak bízd rá. Gyerünk. Felsázzanak, krumplival. De plücsök. Az előbb azt mondtad, hogy borjúvecse, és most megmondtam. Meg azt hittem, de tévedtem, bocsánat. Nagy! Miért? Azért, mert most át kell állítanom a gyomromat, felsárni és krumpli. Ismét premier a Pécsi Nemzeti Színházban. Molnár Ferenc az Üvegcipő című vígjátékát mutatták be a Baranyai megyeszékhelyen az elmúlt hétvégén. Az eredetileg közel 100 éve 1924-ben színpadra került darab a józsefvárosi cselédlánynak, Szabó Irmának, Sipos Lajos műbutorasztalos iránt érzett szerelmét meséli el sok-sok fordulattal. Az egyik főszerepet Lipics Zsolt igazgató vállalta magára annak ellenére, vagy amellett, hogy számtalan teendője van a Pécsi Színház vezetőjeként. Ez egy fantasztikus szerep, óriási kihívás, nagyon sokat készültem rá, nagyon bízom benne, hogy találkozni fog az elképzelésünkkel, miszerint egy kellemes, jó hangulatú, szívbe markoló, szórakoztató előadást sikerült létrehoznunk. Hát ez egy régebbi döntés, hogy akkor ezt a szerepet én eljátszom. Örülök neki, hogy így alakult. Fárasztó időszak van mögöttem, úgyhogy nagyon várom most már a premiért, hogy learassuk a babérokat. Remélem, hogy lesz mit learatni. Lett mit, mert az első kritikákat olvasva és az internetes hozzászólásokat látva méltó helyre került és méltó módon talált otthonra 2022 végén az Üvegcipő a Pécsi Nemzeti Színházban. Természetesen az évad, minden évadunk repertoárjának az összeállításakor nagyon sokféle szempontot veszünk figyelembe, hogy mindenkinek próbáljunk a kedvébe járni, minden kedves nézőnek, hiszen nem vagyunk egyformák, ahogy szoktuk mondani, néhány ismerősöm még azt is hozzáteszi, hogy hála Istennek. És azt gondolom, hogy ez a színdarab abszolút erre a palettára illik. Egy szenvedélyes szerelmi történet, szívbe markoló, némi humor is található benne, mint hogy az életünk során a párkapcsolatokban szintúgy. Úgyhogy biztos vagy benne, hogy lesznek emberek, akik nagyon sokan, akik tudnak azonosulni ezzel a dologgal, hiszen szerelmesek mindannyian voltunk, vagyunk és leszünk, úgyhogy nagyon bízom benne. Hozzá meg egyébként is nagyon közel áll ez a világ, szoktam is mondani. Most elkészítettünk egy csodálatos karácsonyi bérlettokot, és oda az volt a kollégákhoz a kérésem, hogy ezt a 1900-as évek elejét idéző kép kerüljön. Ez nekem nagyon nagy szerelmem ez a korszak, és nagyon nagy vágyam, hogy a mai érzelmekkel és viharokkal teli világunkat legalább itt a színházban le tudjam csillapítani, és itt egy három órás élményteli estét tudjunk szerezni a nézőknek. Tehát minden erőmmel azon igyekszem, hogy aki belép a színház kapuján, hagyja kívül a gondjait, és itt ne a gondjaira ébresszük rá, hanem elgondolkoztassuk akár arról is, hogy éppen ő hol tart az életében, mind kellene változtatnia, olyan történeteket keresünk, a történeteket szeretjük a színházakban, a filmekben is, mindannyian, ebben biztos vagyok, és ez egy olyan történet, azt gondolom, hogy ami alkalmas erre. És természetesen én úgy gondolom, hogy jól illik a repertoárunkban, hiszen ez az évadunk is, a visszajelzések alapján is szerencsére elég színesre sikerült. Színesre, mint amilyen Lipics Zsolt színművészi pályafutása. Rengeteg darabban játszott már az elmúlt 40 évben, a drámától a musicalen át a vígjátékig, de az olyan figurák, mint az Üvegcipő Sipos Lajosa rendre megtalálják. Én nagyon szeretem a klasszikus műveket, amiben szépen kell beszélni, a dikciónkat színművészeknek használnunk kell,
ahol szép képeket lehet gondolni, mondani, előtérbe helyezni, felmutatni. Én nagyon szeretem, nagyon szeretem. Ezt természetesen a modern darabokat, modern előadásokat is szeretem, de közelebb állnak hozzám ezek a klasszikus művek, amin el lehet andalodni, el lehet gondolkozni, és lehet egy kicsit szomorkodni, egy kicsit örülni, kicsit nevetgélni. Én az ilyen történeteket nagyon-nagyon szeretem. S vajon azt is szereti, ha rendezik? Mert hogy színészként ehhez természetesen hozzászokott, de vajon miként gondolkodik a színházigazgató, ha a színpadon ő kap instrukciókat, ezúttal Halas Imre Jászai Díjas rendezőtől? Hát Halas Imrével nagyon régóta ismerjük egymást, ő dolgozott már itt, többek között ő rendezte 20, hát most nem tudom pontosan megmondani, régen a Valahol Európában, ami 120-valahány előadást ért meg akkor. Imre egy rendkívül kellemes úriember, egy igazi, régi vágású színházi szakember. Nekem ő nagyon nagy kedvencem, rendkívül jó hangulatban zajlottak a próbák, nem volt egy hangos szó sem. Nagyon kellemes, nagyon kedves úriember az Imre. Azt hiszem, ha egy szóval kéne őt jellemeznem, azt mondom, hogy egy úriember, egy színházi úriember. Következzen a színházi úriember, akivel elsőként arról beszélgettünk, hogy első alkalommal rendezett Molnár Ferenc darabot. Engem is meglepett valóban első Molnár Ferenc rendezésem. Nem is tudom, hogy kerülhettem el, mert hiszen egy kedvenc és egy nagyszerű alkotóról van szó. Szerencsém volt viszont, mert abban a színházban, ahol dolgoztam régen, és amelyiknek a vezetője voltam Zalaegerszegen, ott bemutattuk a Liliumot egy olasz rendező munkájaként, és ez egy fergeteges, nagyszerű előadás volt. Nagyon örülnék neki, hogyha ez a vélemény alakulna ki majd az itteni üvegcipő után is, de ha csak tetszik, azzal is nagyon elégedett leszek. A rendező hitvallása, hogy Molnár Ferenchez Molnár Ferenc módjára kell hozzányúlni, így a mostani feldolgozás is klasszikus módon kerül a színpadra, korhű megjelenítéssel, mindenféle sallangtól mentesen. Minden egyéb ilyen úgynevezett külső beavatkozást levet magáról. Ez már számtalanszor kipróbálták más színházi alkotók, de ez nem azt jelenti, hogy hagyja az ember csak úgy ömleni az eseményeket, hanem természetesen igyekszik azokat a lélektani vagy személyes konfliktusok által létrehozott szituációkat alaposan körbejárni, megmutatni a nézőnek. Ez egy nagyon furcsa színdarab, mert vígjátéknak hirdeti, maga a szerző is vígjátéknak írta. Természetesen a molnári nyelvezet az rengeteg alkalmat ad arra, hogy derüljön a közönség, vagy hogy jól érezze magát, de maga a történet egyáltalán nem vígjátéki, hiszen maga a történet az maga az élet. Az élet mindenféle konfliktusával, zűrzavarával, az idősödés problémájával, fiatal szerelem kialakulásával, egy poétikus rajongással, tehát minden, ami az életet jellemezheti, és amiből az életben bonyodalmak származhattak, az ebben a történetben fellelhető. Minden kétszer annyi ugrálással csinálsz, mint kellene. Csak nyugodtan. Egy, kettő, kabát, víz, szabad, cipő, papucs, lefes. Megszokhatod velem 8 év alatt. Ez minden nap így van. Pontosan ebben nem is lesz változás. Lipics Zsolt az előző percekben úgy fogalmazott, hogy szereti a klasszikus műveket, így van ezzel Halasi Imre is, aki kötődik az üvegcipőben megjelenő korszakhoz. Érdekes módon én is azt gondolom, hogy van hozzá közöm, ráadásul pont a napokban jutott eszembe, hogy én most már közel 50. éve űzöm ezt a mesterséget, és a diploma munkám az szintén egy ehhez hasonló karakterű egy előadás volt, az Bródi Sándor medikus című színműve volt a Miskolci Színházban. Most pedig így a 50 éves korszakhoz közeledve most éppen egy Molnár Ferenccel van szerencsém találkozni, és Lipicsnek igaza van, mert valóban neki is nagyon illik ez a világ, és ez a történet, és ez a karakter, ezt majd meg fogják látni, remélem. Közel 50 esztendő a rendezői székben. Emellett természetesen nem lehet szó nélkül elhaladni, így Halasi Imrével erről is beszélgettünk. Majd, hogy nem, ugye azt szokták mondani, és hogy ahogy telnek az évek, valóban erre rájön az ember, hogy az ember mindig ugyanazt rendezi. Csak természetesen más anyagokhoz nyúl hozzá, mint ahogy a festők is, vagy az írók is mindig ugyanazt írják, csak persze más közeg használatával, vagy más eszközök használatával. Engem az emberi kapcsolatok, a szerelemből adódó bonyodalmak, az élet útvesztőjének az esetleges kikerülése,
és ezt a rettenetes bozótot, ami az emberiség, ezt valahogy megpróbálok úgy analizálni, hogy aztán végül is életben maradva kerüljünk ki belőle, ami nem egy kis feladat. Visszatérve a pécsi kötődésekre, ez az ötödik alkalom, hogy Halasi Imre városunkban színművet rendez. Az elmúlt 20 esztendőben pont éppen most számoltuk ki, hogy 20 évvel ezelőtt jártam itt először, akkor a Valahol Európában volt szerencsém színpadra állítani, aztán a Fekete Pétert, amivel megismerkedtem a mostani Lipics Zsolt igazgatóval, később a Denevér című Strauss operett következett, és legvégén pedig a Offenbach Hoffmann meséi című opera. Talán ennek a visszatérésnek is köszönhető, hogy most az ötödik rendezés és a premier idején úgy tűnik, nyugodt a társulat, a próbák megtörténtek, és minden adott ahhoz, hogy igazán sikeres bemutatóval és előadásokkal szórakoztassák a közönséget. Azt hiszem, hogy azt a munkát, amit el kellett végezni, ezt elvégezték, és ezt gondolom, hogy érzik is, vagy legalábbis ennek a jó eső érzésével várják a közönséget. Hát, hogy igazából nyugodt lehet-e, az valószínűleg nem mondható 100%-ig, hiszen az első találkozás, aminek most leszünk részesei a közönséggel, az mindig egy feszültséggel teli pillanat, hiszen mindaz, ami az elmúlt 6 hétben történt, ez volt a próbaidőszak, az azért történt, hogy ma és mától kezdve minden egyes alkalommal a közönség örüljön annak, amit lát, és szívesen fogadja azt a játékot, amit a színészek produkálnak neki. Mindezekkel a konfliktusokkal, nehéz helyzetekkel, az élet különböző, mint már említettem, útvesztőivel, de hát mégiscsak az a lényeg, hogy a művészet azt gondolom, hogy élni segít, és hogyha ez így alkalmazható, akkor elégedett lehet a társulat is, meg a közösség is. És a neje gyermekeket fog szülni, és hogy bírom én azt a sok fájdalmas zogogást? Honnan veszed azt, hogy én megtetszem nősülni? Ha becsületre váltatok, Adi, hogy nem árulj el, akkor megmondom. Hát, hogy én neked adok becsület szó, te haszontalan. Nem is tudom, miért állok szóba veled. A másik főszerepet Szabó Irma józsefvárosi cselédlányt, a 26 esztendős Kovács Panka színművész alakítja, aki előzőleg a szomszédos Somogyországban, a kaposvári Csiky Gergely színházban játszott, korábban pedig a Pesti Magyar Színházban dolgozott. Pankának a színpad mellett számos televíziós és filmes munkája is volt. Sokkal többet szerepeltem filmekben és sorozatokban, mint színházban, hiszen egyébként én a Covid alatt végeztem, és be voltak zárva a színházak, és amiatt, de a forgatások meg ugye mentek, és elég sok forgatásra hívtak igazából, és nagyon sokat dolgozhattam filmekben, és ez nagyon szuper volt. Viszont így a színház egy picit ugye háttérbe szorult emiatt, és de amikor nem, akkor is igazából főleg beugrottam előadásokba, tehát az, hogy egy egész próba folyamatot végig én csináljak, az olyan nagyon ritkán volt, meg hát igazából tavaly előtt végeztem, szóval még nem is olyan hosszú a pályám eddig. Úgyhogy több jó tapasztalatom van egyébként így a forgatásokkal, viszont nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert ez meg egy olyan szerep, amit, meg egy olyan nagy feladat, és egy olyan jó feladat, amit így nagyon vártam, és nagyon megszerettem volna csinálni, és egyébként teljesen más élmény, mint egy forgatás, de nagyon jó. S vajon mit kezd az ifjúság a múlttal, avagy miképpen viszonyul a fiatal színművész a történethez, mely több mint 70 évvel azelőtt íródott, mint hogy ő megszületett? Nekem ezek az éveim egyébként, vagy ezek az évek a kedvenc időszakom, és egyébként nekem ilyen nagyon rövid felnyírt hajam volt nagyon sokáig, és egy film miatt kellett megnöveztenem, ami szintén a 20-as években játszódik, és akkor amiatt most egyébként ez teljesen jó ide is, hogy korhű tulajdonképpen, és nagyon beleszerettem már akkor a film közben, és az előkészítés közben is ebbe a stílusba, ebbe a korba, és ahogy felkértek erre a szerepre, már mondjuk az olvasópróba előtt jóval, hát már tavasszal tudtam a felkérést, és akkor elolvastam a darabot, és teljesen beleszerettem, és abszolút tudtam vele azonosulni, és menni vele, és nagyon jó. Akkor ennek a nagyon jónak a jegyében meséljünk egy kicsit Irmáról, a cselédlányról. Nem árulok el nagy titkot, vígjáték lévén jó dolgok történnek a végére a Pécsi Nemzeti Színházban.
Most el szabad mondani a végét? Hey. Igen? Mm-hmm. Jó. Hát, hogy happy end-el végződik, ami egyébként nagyon meglepő számomra, vagy amikor olvastam, akkor így a harmadik felvonás, ez annyira kilógott az első kettőhöz képest, hogy én teljesen más véget vártam tőle. És nagyon meglepett, hogy ez így végződik, de egy picit úgy utána olvastam ugye Molnár Ferenc életrajzának is, és már nem meglepő. De hát ez egyébként egy nagyon, nagyon szép, romantikus befejezése van, és ez abszolút pozitív szerintem, főleg a mostani időszakban, hogy ennyi sok rossz dolog történik a világban, hogy ez egy ilyen szívmelengető dolog. Kovács Mankának nem csak a történet, hanem a társulat és a város is szívmelengető. Ezt mondja Pécsről és a pécsiekről. Mindenki nagyon-nagyon kedves, és egyébként nagyon jó élmény itt lenni, a város is csodálatos. Nagyon hasonlít Szegedhez, és én szegedi vagyok, úgyhogy nekem ez egy külön ilyen jó élmény, hogy abszolút ilyen jó kulturális élet van, és egy nyüzsgő város, de hogy mégis egy kicsit ilyen otthonos marad, úgyhogy nagyon jól éreztem itt magam. És a színházban is egyébként mindenki nagyon nyitott volt felé, mindenki iszonyatosan kedves, segítőkész, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Én nagyon szeretnék még jönni ide máskor is egyébként, vagy szívesen jönnék, és szívesen játszom színházba is, és tévében is, ez igazából mikor mi talál meg. Paulik Ferenc becenevén Fecó alkotásaiból nyílt kiállítás a pécsi belvárosban, az egykori Sarokház cukrászda helyén található Glasgow pubban. Fecó azon kevesek közé tartozik, akik nem hagyományos módon kézzel festik meg a vásznat, hanem mozgáskorlátozottságuk révén lábbal, szájjal vagy éppen fejjel festenek. Előbbiek vannak többen, ő pedig talán az egyetlen a világon, aki egy speciális eszköznek köszönhetően fejmozdulatokkal fejezi ki meglátásait, vízióit, művészetét. Rendhagyó összeállítás következik, mint hogy rendhagyó volt a megnyitó is, ahol Fecó magyar hangja Bodnár Zoltán volt. Igen, én a Fecót körülbelül 5-6 éve ismerem, úgy komolyabban. Igazából minket a munkán kívül a barátság kezdett el összekötni, és ezáltal lett az, hogy én a magyar hangja vagyok most neki. Azon kívül, hogy együtt dolgozunk, vannak különböző olyan projektek, amiben együttműködünk, illetve ilyen szórakozni is járunk együtt. Paulik Ferenc akkor a beszélgetőtársam, és hát ez egy számomra is különleges interjú lesz, mert a Fecó mutatni fogja majd a válaszokat, és a Zoli meg tolmácsolja. Hát kezdjük azzal, hogy a festészet az életedben mikor kezdődött, hogyan költözött be az életedbe? Fecó a tábla segítségével elmondta a Pécs TV-nek, hogy nagyjából 7 éves kora óta fest, elsőként az általános iskolai rajztanára nevezte be különféle művészeti pályázatokra, ahol a legtöbb alkalommal az első 3 helyezett között szerepelt. A legelső szerkezetet, amivel a fejére erősítve elkezdett alkotni, a szülei készítették gégetükörpántból, látva, hogy kézzel nem tud tevékenykedni. Leginkább tájképeket szeret festeni, Pécsett második alkalommal állították ki a festményeit. Paulik Fecót Orosházáról Pécsre elkísérte édesanyja, akinek segítségével installálták a kiállítást a Király utcában. Nem szívesen ad interjút, de a Pécs TV kedvéért kivételt tett, és milyen jól tette. Beszélgettünk sok mindenről, de természetesen és főképpen Fecó festői pályafutásáról.
Amikor a fejpálcát először kipróbálta, akkor nyilván festéssel, rajzolással, tehát nem mindjárt írással, és igazából, nem tudom, Fecó, mit mondott már el, az általános iskolai rajztanára vitte pályázatokra a gyerekek rajzait, és akkor onnan hozott mindig díjakat haza. És egyébként ő mondta el, hogy ha valamikor is festéssel szeretne foglalkozni Fecó, akkor azt jó, ha támogatjuk, mert van tehetsége. Hála jó Istennek, és hát igazából azon gondolkodtam, hogy ez nagyon csúnya magyar fogalmazással élve, hogyan vevődött észre önöknek, hogy a legény tehetséges. Most azon túl, hogy a rajztanár ezt mondta. Nekem tetszettek, amiket készített egyébként. Én nem értek ahhoz, hogy én meghatározzam, hogy ki tehetséges és ki nem. Én abszolút azt nézem, hogy tetszik-e az a festmény, vagy nem. Fecó Magyarországon megtalálta azt a közösséget, mert én is szoktam például vásárolni képeslapokat különböző alkotóktól, akik lábbal festenek, szájjal festenek, tehát hogy azért ők vannak jó néhányan Magyarországon. Létezik egy ilyen közösség, és ő is benne van? Közösség létezik nyilván, de ő nincs benne egyikben sem, mert ő se nem kézzel, se nem lábbal, se nem szájjal fest, hanem teljesen még mindig úgy tudjuk, hogy még mindig egyedül van a világon, aki fejpálcával fest. Van nekem egy ilyen top 10-es listám filmekből a fejemben, és ebben a top 10-esben benne van egy kétszeres Oscar-díjas film, nem tudom, hogy ismerik-e, az a cím, hogy A bal lábam. Ugye Daniel Day-Lewis és Brenda Fricker főszereplésével, hát eszembe jutott ma ez a film, amikor ide készülöttem. Ezek szerint akkor ön is szereti. Milyen hatással volt ez önökre? Gondolom, Fecó is ismeri a filmet. Nem olyan túl régen találtunk rá, egy pár éve. Akkorra már ilyen, inkább ilyen megtámogató volt a film számomra, hogy igen, jó irányba halad Fecó, jó irányba haladunk azzal, hogy én így a hátországa vagyok, és akkor amit kell, azt megteszem. Mert hogy az említett film A bal lábam a néhai ír festőművészről, Christy Brownról szól, aki lábbal festőművészként lett világhírű, és aki nagyon szoros kapcsolatot ápolt az édesanyjával. Hasonló kapcsolatot véltem felfedezni Fecó és Zsuzsa között is, ezért is említettem a filmet és Christy Brown történetét, remélve, hogy Paulik Fecó is olyan messzire eljut majd művészetével, mint híres elődje. Szerencsére nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Sok helyre eljutott. Tavaly a Szegedi Dómban volt pár hónapot a kiállítása. Nagyon-nagyon sok kép volt ott is kint. Sokat elvittek belőle egyébként. Szeretik az emberek. Nekem nem elég a betű, nekem nem elég a hír, nekem elég, ha rólam is igazat ír. Nekem nem elég a szabad, nekem nem elég a kell, nekem elég, ha melletted ébredtetek fel. Nekem csak az elég, hogyha választhatok. Nekem csak az elég, amit elmondhatok. Biacsics Renáta, avagy Renya alkotásaiból nyílt kiállítás a Pécsi Rácz Aladár Közösségi Házban, ahol festmények, kollázsok, grafikák sorakoznak a falakon egészen december 22-éig. Amint olvasom róla, Biacsics Renya hobbiával igazi pop art kultúrát teremtett. Instagramján humoros, elmés vagy éppen hétköznapi jeleneteket láthatunk rajzoltan, amik többnyire valós eseményeken alapszanak. Barátok beszólásai, ittas fiatalok megjegyzései vagy igazi egyéniségek szavai kapnak színes és egyedi köntöst, köszönhetően Renya kreativitásának. A tárlatot Ádám Zoltán Munkácsi díjas festőművész a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának adjunktusa nyitotta volna meg, ám egy nappal korábban elhunyt. Így a megnyitó és a tónusok következő néhány perce is rendhagyó, mert miközben Renya alkotásait nézzük a képeken, együtt emlékezünk vele, Renyával, mentorára, Ádám Zoltánra. Lehet, hogy túl személyes, lehet, hogy gyerekes, ezt igazából itt Zoli bácsiról írtam. Nem lett egy irodalmi alkotás, de felolvasom.
Először kicsit féltem tőle. Dühös voltam, amiért megjelentem a felvételén rajztábla nélkül. Aztán egész gyorsan sikerült összebarátkoznunk, miután lefestettem Szent Gróti Dávid biciklét. Mármint akvarellel papírra. Méghozzá úgy, hogy az neki is tetszett. Pedig csak egy piros bicikli volt a képen egy fánhoz döntve. Vajon miért pont ez tetszik neki? Ez a Balokányban történt. Oda jártunk vele rajzolni, meg festeni, vagy akármivel szöszölni. Szerettünk vele ott dolgozni, amolyan terápiás tevékenységként éltük meg. Ő pedig szerette, hogy mi ezt szeretjük. És szerettük, hogy szeret minket, pedig mi csak grafikusok vagyunk. Ő meg épp azt szerette, hogy mi csak grafikusok vagyunk. Amikor rossz idő lett, bementünk a terembe alakrajzórára. Szerettem a földön ülni. 25 éves voltam, és konvencionális értelemben nem rajzoltam éppen ügyesen. Féltem a rajzbaktól, a ceruzától, a széntől, ezek túl komoly dolgok voltak nekem. Neki tetszett, hogy textil darabokkal és színes zsírkrétákkal oldom meg a témát, miközben a nadrágommal feltörlöm a padlót, az sem zavarta, a figura felismerhetetlen volt a képemen. Látta, hogy jól szórakoztam, jót játszottam az anyagokkal és az eszközökkel. Volt egy olyan szuper képessége, hogy nem megtanította a dolgokat, hanem megszerettette. Vagyis nem a festészetet tanította, hanem a hozzáállást. Mert ez az egész nem olyan, amit tanulni lehet, és ő ezt pontosan tudta. Mi meg csak irigykedtünk, hogy ő tudja azt, amit nem lehet megtanulni, és próbáltuk gyakorlatban összehozni a tökfrit. Szerettem azt is, amikor azt mondta valamire, hogy szörnyű. Volt egy bizonyos lejtése a hangjának, ahogyan mondta, és tudtad, hogy ez a legnagyobb dicséret. Azt is tudom már, hogy a bunkó is lehet pozitív jelző. Aztán én lediplomáztam, és ritkábban találkoztunk. Nemrég összefutottunk, hogy megnézze az újabb munkáimat. Izgultam, hiszen évek óta nem látta, hogy mit csinálok. Nagyon tetszett neki, lelkes volt. Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben. Mindketten vártuk a mai estét. Aztán kettőnk közül csak én jöttem végül. Le akartam fújni az egészet. Zoli bácsi része ennek a történetnek, nélküle nem működik. Aztán pont ezért mégis felraktuk a képeket, hogy tisztelegjünk előtte és megemlékezzünk róla. Mert nélkül ezek a képek nem ilyenek lennének, és az is lehet, hogy nem is lennének. És a megnyitóból megemlékezés lett, és örülök, ha olyanok is jelen vannak, akik nem ismerték, mert elmondhatom nekik, hogy ha tetszik a kiállítás, az nagyban Ádám Zoltánnak is köszönhető. És köszönök minden Zoli bácsinak, és köszönöm a figyelmet. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Köszönjük szépen figyelmüket, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.